a napokban jelent meg dr. Eskovács Ilona Kunhimzéses Párna Végek című kötete. A szerzővel beszélgettünk a hiánypótló munkájáról. A Nagy Kunsági Népművészek Egyesületének elnöke kiadványában a 17. század végétől a 19. század elejéig virágzó kunhimző stílust mutatja be. Az eredeti hímzések forrásaként az 1944-ben elpusztult Karcagi Múzeumi Anyagba tartozó párna végekről készült archívfotókat fotókat és festményeket is felhasználja ez a könyv a nagy legfontosabb népművészeti ágát mutatja be, és azért mondom, hogy a legfontosabb, mert még a magyar népművészetben és a magyar népi himzések között is a legrégebbi réteget képviselő kunhimzést Elemzi. Ez a kunhimző stílus a nagykunságban a 17. század végén kezdett kialakulni, és a 18. századba virágzott, és a 19. század közepére eltűnt a tárgyi kultúránkból. Az eltűnésnek természetesen az volt az oka, hogy a 19. század közepén megváltozott a nagykunságba a tárgyi világ, ugye az ipari forradalom, a gyáripar beindulása következtébe a régi mennyezetes ágyat fölváltotta a paraszpolgári stílusú flóderezett bútor, megfaragott bútor, holott korábban gyönyörű festett bútorokkal díszítették a szobájukat. Na de mikor? Valószínűleg a redemció után, 1745 után gazdagodott annyira a nagykuntársadalom, hogy általános lett a festett bútor a himzetpárna vég, ami a mennyezetes ágyat, vagy éppen nem mennyezetes ágyat díszítette. A szerző a néprajzi múzeumban őrzött nagy kunsági párna végeket is felhasználja forrásként, de szól arról is, hogy az akkori kunhímzések mennyire különböznek a napjainkban készülő kunhímzésektől, melyek már feldolgozások. Ahogy fogalmaz, a régi kunhímzés és a feldolgozások úgy viszonyulnak egymáshoz, mint a régi stílusú népdalok a népdalfeldolgozásokhoz, melyek művészi értéke széles skálán mozog a kuhímzés az úri ered. Az úri motivumai kifejezetten a reneszánsz mintákat követik. Na most ezeket, ezek kerültek be a kunhimzésbe. ezek a mint, ennek a minta szerkesztése nagyon gyönyörű, szimmetrikus, arányos, többnyire középpen egy nagyobb virágmotívum, amire két oldal indákkal még újabb kisebb motivum elemet illesztenek. van egy motívum csoport, ez az úgynevezett kunrózsás, amit rendkívül kedvel. A legelső 1721-es évszámos párnát is ez díszíti, és az úgy tűnik egyik legutolsó 1828-as párnát is ez a motivum díszíti. Na most ezek a motivumok ellentétben a kuhímzéssel, mint mondtam, a racka báránynak, meg a racka birkának a finomabb szőréből készült. Ezeket ugye festették, ezt már sokan elmondták, és ez egy durva himzőfonal. Ellentétben az úri himzéseknek a sejje, meg a skófiumos himző anyagával természetes, hogy megváltozik a jellege a himzésnek attól, hogy egy vastag durva fonállal himzik. Ez még nem elég. A 18. században az építkezés az a ház, amiben a gazdagabb családok is laktak, bizony azok is még nagyon kicsik voltak. Kicsiny ablakokkal. Na most hiába tették az ablak mellé az ágyat, attól még elég homályos lehetett még napsütésben is a szoba nekem az a véleményem, hogy attól olyan nagy a kunhimzésnek a motivumai, a kunrózsa, a táncoló tulipán, a félrózsa vagy bazsarózsa, és így tovább, mert azt látni kellett. A kunhimzés feldolgozások keretében mutatja be az egykori karcagi népművészeti szövetkezet által rajzolt mintákat is. Arról is ír, hogy a nagykunságban a 18. században lett a nagykunszoba dísze a színes, szőrhímzéssel díszített párna melyet a 19. század közepéig készítettek. A kendervászon párnahéjak végére varták fel a lemvászomból hímzett 40 x 60 cm-es párna A racka szűréből fonták hozzá a hímző fonalat, amit növényi festékkel a piros, a barna a zöld szín árnyalataira festettek. A minták között rozettákat, férrúzsákat, táncoló tulipánokat találhatunk. Ilyen névben működik egy karcagi himző Pádár Ágnes vezetésével, és ezekben a motívumokban reneszánsz eredet tükröződik. Karcagon élt ez a himzés, és kummadarason. A szálláson összesen valójában csak három töredékes himzés került elő. Turkevén, Kunhegyesen nem volt nem találtunk rá nyomot. Ez nem jelenti azt, hogy valamilyen hímzés nem volt, vagy éppen ennek a kunghímzésnek valamilyen változata, de a múzeumokban nem őriznek, nem tudjuk dokumentálni. A karcagi és a kummadarasi kicsit keveredett egymással. Tehát karcagon, ő, ugye a uralkodó, az a kun, három nagy kunrózsás, a másik nagy uralkodó diszítmény az úgynevezett táncoló tulipános, és azon kívül voltak olyanok, például ilyen páros rózsás, virágos, amelyek a két rózsa nem teljesen egyforma, és három ilyen kazettaszerűen elrendezve, és azon kívül volt olyan is, amiben öt Kisebb méretű kunrózsa helyezkedik el, és ezeket körbe veszi négy általában kisebb, vékonyabb száron négy virágocska, és ezt a típust találtuk meg töredékeiben kisújszálláson. Szól a környező települések kunhimzőiről is a könyben dr. Eskovács Ilona, aki reméli, hogy a mai fiatalok között is lesznek olyanok, akik megtanulják az eredeti mintákat.